egyszer ezt, egyszer azt, megláttam a hűs tavaszt, egyszer azt, egyszer ezt, ahogy lassan táncba kezdem. Gyermek és családi műsorokkal, koncertekkel és játékokkal, kézműves és kirakodó vásárral várták a látogatókat a Városi Retro Majálison, a Szekszárdi Prométeusz Parkban. A kínálatból nem hiányozhatott például a körhinta és a kakasnyalóka sem, de a színpadi fellépők között olyan igazi régi motorosokkal is találkozhattunk, mint a Kaláka Együttes vagy az UFO. A szervezők minden téren a retro hangulat megidézését tartották szem előtt. Azért is nagyon fontos szerintem ez az esemény, mert pláne akkor, amikor hosszú a tél, és kicsit hűvösebb a tavasz, és egyébként a május 1-én már kellemes idő van, akkor az emberek nagyon nagy örömmel látogatnak ki a természetbe, és tényleg itt a Prométeusz Park egy nagyon ilyen természetközelélményt is tud adni. Szóval sok szempontból szerintem egy jó helyszín, egyébként pedig azt gondolom, hogy kiváló kulturális kínálattal találkozhatnak az érdeklődők. Az örömünnepen résztvevő fellépőket és a látogatókat is arra kértük, idézzék fel, mit jelent számukra a majális, a retro életérzés, hogyan emlékeznek és éreznek május 1-ével kapcsolatosan. Az 50 éve koncertező Kaláka Együttes tagjainak bőven volt mire visszaemlékezni. 70-es évek elején, amikor leginkább ilyen klubokban játszottunk, egyetemi klubokban, kis színházakban, mint a Szkénében mondjuk, vagy vidéki egyetemeken. Itt is voltunk Szekszárdon főiskolán, valahol. Aztán később elkezdtünk játszani valóban ilyen nagyobb rendezvényeken, és éppen itt idéztük, hogy 15 éve, amikor beléptünk az EU-ba, akkor is volt egy ilyen nagy majális valahol, ahol emlékszem, hogy játszottunk. És aztán, ahogy azt mondom, hogy 50 évvel ezelőtt, akkor ugye evidens mondom, minden saját generációjának játszott mindenki, mi is. Számunkra Bőröndödön ugyanolyan vers volt, mint akármelyik József Attila késői vers, tehát nem volt az, hogy gyerek műsor vagy felnőtt műsor, játszottuk, ami eszünkbe jutott. Aztán később, hogy valamikor a 70-es évek közepén, 80-as évek elején, akkor kértek meg minket, hogy készítsünk gyerekeknek műsorokat. Badár Sándor, a Duma Színház társulatának jelenlegi tagja, már bőven a társulat létrejötte előtt is űzte a műfajt humoristaként. És persze megosztotta a régi majálisi emlékeit is. Ez az a felszabadult pillanat, hogy jól érezzük magunkat, egy nagy közösség, együtt tombol. Engem meg arra emlékeztet, hogy kényszerből vonultunk Szentesen, igen hosszan. És aztán utána mindenki, amikor már jó kivonulta magát, akkor megkapta a megérdemelt gyümölcsét annak a napnak. Többek között ugye volt egy kis bohóckodás, gyerekeknek a játék, gyerekeknek a vidámpark, azon belül igen sokfajta új vagy régebbi gép, kinek mi volt a kedvence, szülőknek ugye ez a kényszervásárlás, lufi, sör és egyéb dolgok, és aztán utána kis társaságok, felszabadultan beszélgetnek, röhögnek nagyokat, és aztán este verekedés. A rendezvényre látogató felnőtt generációk leginkább gyerekkoruk szép emlékeit idézték fel. Voltak koncertek, dodgemeztünk, nem tudom, hogy az van-e most, meg körhintáztunk. A régi életérzés, ami régen volt, ugye az emberek a régi dolgokat feleleveníteni, úgyhogy nagyon jó ide visszatérni és megnézni a régi dolgokat. Ugye van körhinta, ha jól láttam, meg hát régi dolgok is. Úgyhogy nekünk nagyon tetszik eddig. Fiatalkornak az érzése jön vissza, az UFO például, mint zenekar. Más, igazából nem, kíváncsiság. A gyerekek pedig részesei lehettek szüleik, nagyszüleik egykori élményeinek. Mit csináltál ma itt? Kifestettük az arcomat, körhintáztam. Sokat voltam a testvéremmel, vettünk játékokat. Tehát mit mondasz, szerinted miért jó egy majális? Mert sok ember itt van. Ugrálóvár, virsli és szerelem doktor. Minden korosztályt tárt karokkal várt az idei retro majális is Szekszárdon. Szerelem doktor, gyógyíts meg a szívem, a beteged lettem, minden eme lányra gyúl, ó doktor.
szex, 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 szádra mentem. Táncoló emberek, mint ilyen halóan! Doktor love! Doktor love!